Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megjelent a Csetinkösség önkormányzatának 2021. szeptember 11. napjai nyílítülésén. Megállapítom, hogy a testület határozat képes, egy képviselő milyen kerülünk Bernadett, valamint körünkben van Kápa Bizabella, a pénzügyi pénzügyet képviseli, és a költségvetésről szóló rendeletmódosításról fogja tájékoztatni a megjelent képviselőket, valamint Gyeri Márti, aki egy hónap múlva már hivatalosan és aktív tagja lesz Csetin községi önkormányzatának képviselőtestületének. Ez a még mielőtt elkezdenénk a napirendi pontokat, hogy alapvetően ez az ülés talán az utolsó, amit a 2019 és 24 közti ciklusban tisztséget nyert képviselőkkel együtt tartunk. A eddigi Csetin település történetének legsikeresebb 5 évét zárja ez a testület. Volt, aki bár csak a végére kapcsolódott, de mégis azt gondolom, hogy a történelmi könyvben már az ő nevük fog szerepelni, hiszen ez a ciklus a Csetin eddigi történetének legeredményesebb időszaka, hiszen ezen időszakokhoz kapcsolódnak azok a fejlesztések, amelyek megteremtették a lehetőségét annak településünkön, hogy élhető és fenntartható maradjon, legalább a következő 20 évig, azon túlmenő fenntartáshoz már egy Csetin életében maradott közigazgatási egység létrehozása szükséges ahhoz. A mai napon 8 napirendi pont van, melyeket akkor szeretnénk ismertetni, illetve természetesen amennyiben a tisztelt képviselő esetben bármilyen egyéb kiegészítő javaslat lenne, akkor azt meg kell, hogy jelezzen szavazatokról. Az első napirendi pont az a polgármesteri beszámoló, a másik napirendi pont Csetin község önkormányzatának 2024 évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása. A harmadik az a szociális tűzifa támogatás szabályról szerint önkormányzati rendelet elfogadása. A negyedik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz belütésre vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 8/2015 6. hónapos önkormányzati rendelet módosításának elfogadása. Az ötödik a szociális étkeztetés szakmai programjának módosítása. A hatodik a bérleti díjak megállapításáról szóló 31/2023 5. hó 24 számú önkormányzati határozat módosításának elfogadása. A hetedik a Csetin Vámbérjárni általános iskola Csetin községi önkormányzata és zöld lakmai munkakit Kft. Között takarító és fűnyíró eszközök használatba adásának lehetősége. A nyolcadik az pedig az iskolák felvételi körzetének meghatározása. Zártó és az nincsen most. Szeretném kérdezni a tisztelt képviselőtestület tagokat, hogy egy kiegészítés javaslat van-e az elhangzott napirendi ponthoz. Igen. Nem tudom, emlékeztek rá, hogy a csoportban jeleztem ott egy felvetést, egy lakossági bejelentést a Molnár Imre bácsinak a ügyével kapcsolatban, ott adtál is egy választ, hogy ezt bevigyük vagy nem vigyük? Nem, mert ez egy feladat, a napi üzemeltetéshez kapcsolódó feladat, ezt a Legelős Tamásék végig. Rendben, most ugye kicsit még térkőzni, és utána már kezdeni feladatnak is. Okay. Igen. Megkeresés volt az óvodai kapuk bejáróval, hátsó bejáróval, valami zárólat ajtó. Folytatosan, hogy ezzel kapcsolatban valami változás. Jó, akkor előzetesen mondanám, hogy megvizsgáltuk annak lehetőséget, hogy azt esetleg lehetne nyitni, szerint ugye az a probléma, hogy az út mellett kell közlekedni dolog, ami nagyon-nagyon régóta így van. De ugye most van egy magyar fogon elnyert pályázatunk, és ott hátul valójában egy játszótér fog kialakulni. A játszótér az úgy készül el, hogy felbontásokra a maradék járva is. Tehát ebből adódóan nem tartom most reálisnak azt, hogy ott kialakításra kerül egy zár. Tehát van ott kapu, csak hogy a gyermekek biztonsága miatt ott is egy számkódos zárat szeretnének. Mert hogy ki van az nyitva délután, hogy ki van nyitva, de reggel nincs kinyitva. Kényelmi szempont, de a gyermekek védelme. De amennyiben a játszótér kialakítása után a méretek megadják azt a lehetőséget, hogy valamilyen módon megoldjuk ezt a felmerülő igényt, mert azt nem problémának neveznék, ez inkább egy kényelmi igény, hogy 20 lépésre kevesebbet kelljen menni, kb. Akkor majd megoldjuk. De egyébként ez a játszótér kialakítás, ez van magát a járvát és felszedik, vagy végül kapja? Persze, az megszűnik. Jó, oké. Napi rendi vannak, nem kellene felírni, de végül majd egy néhány gondolatot szeretnék
ami nem a témák, mivel én nekem ez a valószínűleg ez az utolsó testület ülésem, és akkor itt vége. Tehát szeretnék néhány gondolatot a végén. Jó, jó. Köszönöm szépen. Jó, akkor aki elfogadja a napirendi pont javaslatokat, azt kérem kézfeltartásra jelezni. Megállapítom a testület, ha igen mellett elfogadja. Na, polgármesteri beszámoló. Volt egy lakossági igény, ami egy rendezvényszervezési kapcsolatban érkezett be önkormányzatunkhoz a Csizmadia Bőd részéről. De alapvetően maga a beérkezett igénynek a formája, illetve tartalma nem volt elégséges ahhoz, hogy ezt tudjuk a tisztelt képviselő testületnek. Majd ezt körbeadjuk itt orvosásra. Bőddel beszéltem én is. Mondhatom, ez inkább csak egy tájékoztatás, ezt azért majd nézzék meg, de én azt gondolom, hogy ezzel a testületünk így módon foglalkozni nem tud, vagy nem elégséges az információ. Az elmúlt időszakban sok minden történt a településünkön. A legfontosabb az az, hogy beléptünk a Bakony tártába, aminek a fő célja az a térségi együttműködések erősítése, illetve a Bakonynak a turisztikai szempontú javítása, együttműködések, elég erős szponzorokkal van ellátva maga ez az egyesület, hiszen ez egy felsőnk javaslatra alakult ki, az a Fejlesztési Minisztérium támogatásával jött létre. Mi nem voltunk benne az alapítók között, de mondhatjuk azt, hogy rácsatlakoztunk erre a hullámra, és igényként fogalmazódott meg a tisztelt szervezet előtt, hogy Csetén is legyen része ennek az együttműködésnek. Kíváncsian várjuk az együttműködés jövőbeni eredményeit, mi azon természetesen dolgozunk, hogy minél hasznosabb tagja legyünk ennek a szervezetnek. Ez talán egy ilyen fontos rész a jövő szempontjából. Az önkormányzat még beadott egy idősből át önkormányzat pályázatot, volt erre egy kiírás a belügyminisztérium részéről. Ezt a pályázatot át fogjuk küldeni majd a tisztelt képviselő testület tagoknak. Érdemes elolvasni, mert amikor olvassuk, hogy mennyi minden történik a településen az idősek érdekében, illetve az idősek mindennapjai, mivel tudjuk egyre jobbá tenni. Meglepő alapvetően, és úgy érezzük, hogy sok programot szervezünk, sok esemény van, sok szolgáltást tudunk, amikor olvasok, akkor ez nem annál is sokkal többnek tűnik. És jó eső érzés látni azt, hogy 50 fölötti rendezvény van egy évben, amivel az idősek időeltöltését tudjuk segíteni. Ezen kívül, hogy beadtuk ezt a pályázatot is, mert hiánypótlást is adtunk, és mert bízunk van az esetleges pozitív elvírásban természetesen. A Virágos Magyarország, Virágos Veszprémegye pályázaton is eredményesen szerepeltünk, mert talán a következő évben fogunk tudni egy szintet lépni, hiszen a kastélyépületek akkor gondolatban összeérnek a világok, illetve a településen átmenő főút mellett jövőre szeretnénk egy kisebb megújítást a Virágos Inter szempontjából, hogy még szebb legyen a település. Voltak nagyon kevés a pályázati lehetőség jelenleg Magyarországon, konkrétan nincsen. Ugye volt még egy top pluszos pályázat, amit 3 évvel ezelőtt adtunk be, és az értékelésen megfelelt, már tudjuk, hogy miért felelt meg, viszont a rangsorban az utolsó volt a megyében, így ugye semmiképpen nem lehetett támogatási jogosult, de az a furcsa helyzet állt elő, hogy egyetlen pályázat sem volt támogatási jogosult, ezért most kiírtak egy újabb kört. Ugye ezt a pályázatot akkor még a dr. Molnár Máté jegyző úr adta be, aki valójában úgy adta be a pályázatot, hogy beadott egy lapot, ami rajta volt egy szám. És ezáltal ugye semmilyen kritériumot nem vállaltunk, ezért utolsó besugásra került. És megjött a lehetőség, hogy akkor újraértékelés van. Egyből kerestem a megyei önkormányzatot, hogy újraértékelés alatt most mit értünk. Hát úgy mondták, hogy mi el kell járni, szabály, újraértékelés. Jó, de akkor lehet beadni az anyagot? Hát viszonylag szűk volt az időkapu, 4 nap. Uh-huh. És akkor beadtunk egy olyan pályázatot, ami elmentek, szépen lépted előre, most már közel vagyunk a dobogóhoz. Nem tudom, hogy a végén elhozzuk be a pármát, és akkor ebből az 5 kilométernél régóta vágyott csapadékvíz rekonstrukció megvonosul-e. Most azt mondom, hogy
több mint 50% esélyünk van rá, inkább 80. Viszont egy megjegyzés azért lenne hozzá, hogy szemmel láthatóan a településen lévő csapadékvíz hálózati rendszer állapota az évről évre romlik, aminek az a legfőbb oka, hogy az állampolgárok elfelejtik azt, az állampolgári feladatot, hogy az ő előttük lévő járda és csapadékvíz elvezető állap karbantartása, fenntartása az ő dolga. Tisztán látszik, hogy még a Albert Mihály polgármesterség idején megvalósított csapadékvíz elvezető állapnak a karbantartását alapvetően senki nem bízi az önkormányzaton kívül, ezért ezek omlanak össze. Tisztán a kivételnek, bocsánat, nagy része nem bízi. Hogy én szeretném felhívni azért a lakosság figyelmét, bár meleg volt a nyár, de jövőben még hideg tér, meg havas tér, hogy ezen feladatok elvégzése továbbra is az állampolgárok feladata. Az, hogy az önkormányzat erejét meghazudtolva próbált mindig segíteni, ez nem tud sokáig fenntartani. Tehát nekünk ugyanúgy szükség van a lakosság támogatására, hiszen mi is igyekszünk őket támogatni, de jó lenne, hogyha ha itt egy egyensúly alakulna ki, mert jelenleg ez úgy néz ki, hogy mindent elvárok az önkormányzattól, de cserébe ugye nincsenek is adók, most a kormányos adóban egyedül, alapvetően nem állunk partneri viszonyban jelenleg egymással, és én szeretném, hogy ezen kicsit legyünk aktívabbak, működjünk jobban együtt, mert egy ilyen pályázat is, ami 15 év alatt alapvetően lamortizálódott a csapadékvizelvezető áruk, aminek azért még lehet volna szerintem egy 10 éve, és a fő amortizációnak a oka az a gazoknak a kijövetele. Még nem is az, hogy a víz teszi tönkre, hanem alapvetően a fugáknál kijövő, vagy a rosszul parkoló gépjárművek, amik nyomják. Tehát a értéket, ha nem is mi fizetjük, de mi vagyunk a használó, egy kicsit azért igyekezünk jobban figyelni. Adtunk a Magyar Falus pályázatot még július elején, arra volt is hiánypótlás kiírva, azokat is beadtuk. Tudni kell, hogy nagyon-nagyon kevés államilag elrendelt forrás van jelenleg a magyar falu programokra. Talán országosan 1 milliárd forint, vagy valami nagyon-nagyon minimális összegről beszélünk. A maga költségvetéskor azért maradhatok benne ezek a magyar falus programok, hogy amennyiben a költségvetés jól áll, akkor ugye így, hogyha benn van a sor, témaszám, akkor arra tudnak plusz forrást átcsoportosítani, és abban az esetben több önkormányzat lehet nyertes. Na most ugye van 2340 olyan önkormányzat, ami 2000 fölött van, de összesen van 2700 önkormányzat, ami 5000 fő alatt van, ugye ők vonatkoznak a magyar falu pályázatra. Nagyon-nagyon kicsi az esély arra, hogy ezt a járdás részt meg tudjuk nyerni, hogy ez a Hunyadi utca, a Bem utca és a Hunyadi utca közötti szakasznak a felújítása lenne. Ha megnyerjük, örülünk, ha nem, majd igyekszünk lehetőségeink szerint saját erőből megvalósítani a jövőben, de reméljük azt, hogy a gazdaság helyreáll néhány éven belül, és akkor újból lesznek olyan források, amelyek a települések működésére lehet fordítani. A volt Magyar Falu ellenőrzésünk is, ugye a 2022-ben megvalósítottuk az Urna parcellát a temetőben, az Urna falas pályázat mellett. Ugye az Urna parcella megvalósítása az nem az volt, amire akkor a pályázatot beadtuk, mert a pályázat beadása akkor arról szólt, hogy a síroknál végig szegély és közöttem urva feltöltés és esetleg ledes világítás. De az árak már akkor úgy elmentek 22-ben, hogy ezt nem lehetett megvalósítani, ezért beadtunk egy módosítást, hogy adott helyezési számot, tehát a temetőn belül nem ott szegélyezünk, hanem kialakítunk urna parcellát, ami már ugye egy temetés már megy, egy sírendék már van is ott, és most lesz a következő, és ezt beadtuk. Mi ezt jeleztük a irányító hatóság felé a módosítást, ők megválaszoltak, megcsináltuk, majd a pályázat lejárását követően 6 hónapra jött egy hiánypótlás 2023 6. hónapban, amire nem adtunk bele választ. Ezért méltányosan kérelemmel fordultunk, és ugye meg azt mondták, hogy ez ennyi, akkor ezt vissza kell adni ezt a pénzt, és mi méltányosan kérelemmel fordultunk a hatósághoz, amire a mai napig nem érkezett választ. Viszont beadtuk a pályázatot elszámolásra, különben megcsináltuk. És most mindent értük, hogy mindent jól megcsináltunk, csak nem azt, amire az elfogadott támogatási okulatunk volt, viszont ugye itt felvetődik az a
kérdés, hogy mi határidőben beadtuk mindent, de a hatóság nem válaszolt határidőben. Én azért azt abban nyugodtan lehet reménykedni, hogy ennek az elszámolás nem fog gondot okozni, hiszen elkészült ott van, és ugye egy nagy urna parcellán valósult meg. Jövőben a Magyar Föld programokra nincsen most rálátásunk, hogy még mit fogjak kijönni. Személyi változások is folyamatosak az önkormányzat és az önkormányzathoz rendelt intézmények életében. Most a bölcsődének a szakmai vezetője jelezte, hogy úgy döntött, hogy máshol szeretné folytatni a tevékenységét, nem bölcsődében, és évig elhagyja így a 14 év után az önkormányzati köteléket, és úgy helyen keresi a lehetőséget saját önmegvalósítás céljából. Amit sajnálunk, ugye erről volt egy rövid egyeztetés az önpótlása folyamatban, ami lehetséges, hogy nem lesz az, hogy veszünk fel plusz embert, hanem szervezeten belülről fogunk szakmai vezetőt kinevezni, akinek a végzettségei, vagy feladalni, hogy tanulmányi ezt lehetővé teszi. Még egy negatív hír, ami annyira talán nem is negatív, ugye az önkormányzatunk elég hatékonyan dolgozik a közfoglalkoztatottainkkal, hiszen azt kimondhatjuk, hogy a Csetényben dolgozó közfoglalkoztatottak alapvetően értéket teremtenek. Itt nincs olyan, hogy nem dolgoznak, nincs olyan, hogy dolgatják a lábukat, és semmiképpen nincs olyan, hogy itt a saját nevem, vagy bármi, ezért én nem is közfoglalkoztatottaknak tekintem őket, hanem alapvetően munkatársainak, nélkülük nem lenne ott a falon, ahol van. 63 különböző személy vett eddig részt 2012 óta a közfoglalkoztatási programban Csetényben. Ez az 2014-ben volt az a törvény, ami lehetővé tette a közfoglalkoztatás bevezetését. A 63 személy az 57 különböző családból származik. Tehát ez is azért mutatja, bocsánat, a Kelet-Magyarországon meg itt jöttem ott lévő települések, vagy rossz helyzetben lévő településeknél, ahol a szegregáció jelentős probléma, hogy nálunk azért ezek nem konkrét családok vannak, hanem olyan helyzetbe kerülő emberek, akiket utána felveszünk a közfoglalkoztatásra. Az 50, tehát a 63 emberből 47 ember visszajuttatott az önkormányzat az elsődleges munkaerőpiacra. Ez azt jelenti, hogy sikeres volt az a program, amit mi végeztünk, hiszen ezek a kollégák megtanultak határidőben dolgozni, munkát végezni és eredményben dolgozni. És ebből a 47-ből 16 főt az önkormányzat maga vett fel foglalkoztatásba, hiszen aki elérte azt a minőségi munkát, azokat is fel. De ahhoz, hogy motiváltak legyünk a kollégák, ahhoz, hogy mi megbízási szerződés keretén belül bért adunk. Hiszen aki dolgozik, az bérért dolgozik. És ha túlórázott, azt is ennek keretében kifizetjük a túlórát. Volt egy esemény, hogy ment be az egyik kollégánk, megbeszéltük, hogy akkor átmennénk fülállásba dolgozni rendes jogviszonyba, hogy a közfoglalkoztatást így felszámoljuk az ő esetében is, ez egy tök gyakorlat volt, hogy és menjen be a munkahivatalosba, jelentkezzen ki, jelentkezzen át álláskereső, és megkérdezhető, hogy van a másodban a jövedelme. És mondta, hogy persze, hogy van, hát dolgozik többet, és akkor kap pénzt. Tényleg? Hát az nem szabad. És akkor ez miatt megbüntettek minket 9.400.000 plusz 9.200.000 plusz 2.400.000. Ugye? Milyen furcsa a világ? A munkáért nem adunk mi. Ugye ez ezt üzenünk. És mi ezzel nem értünk egyet. Természetesen. És két levelet, három levelet írtunk. Egyben kértük a kamatnak az elengedését, mert arra van jogszabály lehetőség, hogy ezt kéred. Viszont a büntetésre, annak a megsemmisítésre nincs, hiszen valóban hibáztunk. Azzal hibáztunk, hogy adót fizettünk a túlóra után kifizetett pénzre. Mert ha feketén adjuk a pénzt, ami nekünk nincs a közfoglalkoztatásban részülnek, akkor nincs baj. De mivel kifizettünk minden járulékot, ezért megbüntetünk. A település országos szövetség, a TÖOSZ-hoz, illetve a Területfejlesztési Minisztériumhoz, ahol átjött a Minisztériumból az önkormányzati államtitkárság, levéllel fordultunk, ahol leírtuk a
tényhelyzetet, hogy sikeresen zajlik nálunk egy elsődleges munkaerőpiaci történő visszajutás, leírtuk ezeket a statisztikai adatokat, és kértük a törvény felülvizsgálatát és módosítását. Erről már volt egy egyeztetés, ahol mondták, hogy ez be fog menni, és lesz törvény módosítása. Csak a területfejlesztési minisztérium most átadta a belügyminisztériumnak, aki meg visszajutta, hogy biztos, hogy nem módosítunk törvényt. Nem tudom, tudtok-e követni, mert a hívóban én is eltérek. De a legdurvább az, hogy időközben a kormányhivatal megküldte nekünk, hogy elengedte a kamatot. Ahol leírja az elengedésbe, hogy különös körültekintően jár el, és értékeli a mi intézkedéseinket a közfoglalkoztatásban részvevőknek. Különben nonsense. Most azzal, hogy ő elengedte a kamatot, igazolja, hogy mi jól dolgoztunk. Szemben van egy bén, aki azt mondja, hogy nem módosít a törvényt, de a területfejlesztés azt mondta, hogy már pedig ez miatt kell. Most visszamegyünk a BM-hez, hogy hát már pedig itt ez jó, beszélve a két minisztériumban. Ugye még amit kértünk, hogy meg kell kifizetnünk ezt az összeget, kértünk 180 napi halasztást, abból már 90 is megkaptunk, de ez nincs megírva, hogy még hányszor kérhetjük. Mert ugye nem volt felső korlátozása annak, hogy hány nap halasztást lehet kérni. Én mondtam, akkor bejönnek már 18.000 napot is, majd egyszer, ha felezik, az is 9.000, mert hogy nincs korlátja, hogy mennyi időre halaszthatok. Hát van egy ilyen sztori az önkormányzatnak, a vicc az az, hogy alapvetően a jó példa az hátrányos. Jó példát csinál, azt most megbüntetik, de hála Isten a jó példáinknak köszönhetően kaptunk rá ígéretet, hogy törvénymódosítás van, és ez miért fontos a törvénymódosítva, bár meg vagyunk büntetve. Azért fontos, hogy a módosítják a törvényt, akkor utána méltányosan egy kérelemmel tudunk fordulni a hatósághoz, hogy a törvény engedi, és akkor engedjék el a büntetést, mert megvan ennek a folyamata. Nem állom szerintem rosszul ebben a helyzetben. És akkor a likviditásunkhoz még hozzáfűzném azt, hogy az iparizési adóbevételünk 75 millió terveztük az idejében, de a 75 milliónak a teljesülése nem tud meglenni, mert van egy nagy állap a faluban, aki viszont csődöt jelentett, és az ő által tervezett iparizési adóbevétel nem fog befolyni a település kasszájába. Ugye ez a likviditásunkat valamilyen módon érinti, sokkal szorosabb, még mindig egyre szorosabb van kell élnünk és adrászét összehozni. Ez 14-5%-kal csökkenti a bevétel lehetőségét, és tudom, és ezen kívül az étkezési díjak elmaradása most már megtartja 2,5 millió forintot, aminek a behajtásai el fognak most már kezdődni. Ez közjegyzőhöz kellett menni, akiratban vannak foglalva. Azért ezek olyan tételek, amelyek jelentősebb a település működésére vonatkozó is. Előttünk álló feladat az lesz a jövőben, ugye októberben felállhozó testületek, majd azt megbeszéljük, hogy az új testületnek az alapkülülése az milyen nap legyen, esetleg milyen ünnepélyes, ugye hiszen azért ez valamilyen módon büszkeség is mindenki számára, az elnyert feladaton kívül, vagy felül. És ugye utána jön az új feladat, hogy új közös hivatalok létrehozása, ugye mi szártállal látunk egy közös hivatalt, ez adottság mindkét település számára, hiszen intézményeink egyben vannak, a szolgáltásainkat közösen végezzük, így ennek a közös hivatalnak a jövőbeli fennmaradása is szerintem kódolva van a rendszerben. Lehet olyan, hogy valaki azt gondolja, hogy ebben kilépni, mert valamilyen elégedetlen, de az egy olyan szolgáltás visszaesést jelenthet, amit szerintem senki nem tudna vállalni az állampolgárok felé. A várható törvénymódosítás az önkormányzatok számára. Azt hiszem, ugye ma van a World Trade Center elleni merényletnek az évfordulója, ugye 09-11, és ha ma ment be a kormány elé az önkormányzatok átdolgozásával, az önkormányzatok lévő törvénymódosítás is, akkor maga az önkormányzatok jövkrétszerűen a katasztrófája, mondom, hogy 9-11-én. Ennek a részletes ismeretei még tovább vannak, ugye erre már szó volt nyáron, Lázár miniszter úr belengedte az iparizési adómódosításának reformját,
meg még nem tudjuk, hogy milyen módon valósul meg, és ez mikortól és ugye emelkedik törvényre, ezek még okozhatnak az önkormányzatok létében kérdéseket. Az biztos, hogy úgy Magyarországon még nem született törvény, de arról lenne egy kis kapu és nagyon olyan megoldások, amelyek esetleg egyes önkormányzatokat helyzetbe hozhatnak. Én bízom abban, hogy a mi helyzetünk nem fog romlani, hanem inkább javulni fog. Aminek egyik fontos mondandó, hogy tegnap hangzott el a Lecsics miniszter úr részéről konferencián, ami a vidéki erős önkormányzatokat szeretnék tovább segíteni, és a térségi együttműködésekben gondolkozókat egyedi módszerekkel segíteni. Ugye nekünk már három térségi projektünk van, valójában megelőztük így módon a korunkat, és remélem, hogy az a jó példa, amivel eddig szolgáltunk, az még mindig ott van a fejekben, és hogyha ilyen döntések születnek, akkor mi azokban beállítunk. Beszámolok, lehet kicsit többet beszéltem, mint szoktam, de elnézést kérek érte. Remélem, hogy hasznos volt. Ha van esetleg bármilyen kérdés, akkor ezt kérem jelezni. Aki elfogadja a beszámolót, kérem készletadásra lesz. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pont, és nem én beszélnék, hanem átadnám a szót a Húzadellel. A önkormányzat 2021-i költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítás. Néhány percben akkor legyen tájékoztatott. Szerintem a fő sarkokat pont elmondtam, hogy ezek súlyosak, súlyos ügyek, de ugye ezt át kell vezetni sajnos a költségvetésünk, és akkor átadnám a szót Húzadellel. Köszönöm. Először is szeretném én is köszönöm a megtisztelt képviselőtestületi tagokat. Csetény község önkormányzata 2024. februárjában fogadta el a 2024 évi költségvetést. Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy a képviselőtestület előirányzat módosítást, előirányzat átcsoportosítását első negyedév kivételével negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a költségvetési rendeletet a teljesítéseknek megfelelően módosítja. Ennek eleget téve 2024. augusztus 31-ig bezárólag megtörtént a gazdálkodás és a pénzügyi helyzet áttekintése, és ennek alapján a következő módosításokat javasoljuk. Most részletekbe menve nem szeretném menni az összes ponton, a mellékletek tartalmazzák a változásokat. A fő összegek Csetény község önkormányzatának a bevételi és a kiadási előirányzatai több mint 17 millió forinttal javasoljuk növelni. Ez ugye az elnyelt MFP játszótér projekt összegével növekedne, illetve kulturális pótámogatásban is részesült önkormányzatunk, ezt minden évben kapjuk, viszont ezt előre nem tudjuk ezt az összeget, ezért is van szükség módosításra. Működési bevételeknél pedig a nagyobb rész az ugye emelkedtek a rezsijárak, melyeket ugye tavaly hát nagyon nehéz volt kifizetni, idén viszont ugye ezeknek java része visszatérítésre került. Hála Istennek a hivatal és ugye az óvoda napelemének köszönhetően az Audax-tól közel összesen majdnem 1 millió forintot kaptunk vissza. Kiadási oldalról pedig megvizsgálva a költségvetést, ugye ahogyan polgármester úr is mondta, közfoglalkoztatásból két új dolgozó is munkavállalónk lett, valamint a nyár folyamán diák munkát is igénybe vettünk. Nekik ugye kafetéria juttatás is jár. Dologkiadásoknál pedig évközben nagyon sokat emelkedtek a karbantartási és egyéb szolgáltatási díjaink. Várható még továbbá gépreklám kiadás, hiszen változik a képviselőtestületi összetétel és valószínűleg az év második felében még lesz egy ehhez kapcsolódó kiadvány, valamint a vásárolt élelmezés rovatunk is emelkedne, hiszen
beindult a bölcsőde is, több a gyermekétkezés is, és egyre több szociális étkezőnk is van. Illetve ugye még a nagyobb kiadásunk az a NFP játszótérnek a megvalósítása lesz a beruházási rovaton, illetve még nagyobb kiadásunk volt tavasszal a Hulicsek Károly sírnék megvalósítása. Következő intézményünk a Csetény óvoda lenne. Itt bevételi oldalon, amit meg kell említeni, az az Erasmus plusz pályázat, és ennek megfelelően kiadási oldalon, pedig egyéb működési célú kiadásoknál látszódik, hogy majdnem 11 milliót már el is költöttünk. Ez abból áll össze, hogy van két partner intézményünk, egy erdélyi és egy szlovák intézmény, és az ő kiadásaikat a mi intézményünk fedezi. És ezeket az összegeket, ezeket mi utaljuk át a részükre ebből a pályázati összegből. Dolgi kiadásoknál úgy szint megemlíteném az emelkedő közüzemi díjakat, valamint óvónőink folyamatos szakmai képzésekkel járnak, különböző szakmai anyagokat szereznek be, ennek is azért nem elhanyagolható a költsége. A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatalnál pedig ugye a 2024 évi választások lebonyolításának összege lenne a bevételi oldalról, tehát ez ennyivel emelkedne, a kiadási oldalról pedig ugye a különböző megbízási díjak, a külső személyi utatások, a HVB tagoknak, illetve ugye a dologi kiadások mindennek a lebonyolítására. Igen, kérdés esetleg van az elhangzottakkal kapcsolatban. Stabilak vagy? Köszönöm szépen a munkát. Jó volt valami. És akkor idén elmentek, mert ezzel kapcsolatban nem lesz újabb módosítás. Ugye annyiban kértem a kollégákat, hogy hogy volt minimális tartalék az önkormányzatnak. De terveztük a költségvetést, de ezek előre nem látható változások azt hozzánk eredményként, hogy át kell gondolnunk néhány olyan szociális juttatást, amit már részben döntött az önkormányzat, hogy azt nem alami jogon biztosítunk, itt mondjuk iskolakezdési vagy gyermeket nevelő szülők támogatására gondolunk, hanem szociális alapon fogjuk majd adni. Ezt már viszont az új testülettel tárgyalni októberben, azért igyekszünk egy olyan csomagot összerakni, ami gyorsan levezényelhető lesz, és október közepén már alapvetően azon családok, akik bele fognak esni a szociális támogatásba, igen, meg fogják tudni kapni a támogatást az önkormányzat részéről. Ez akkor is jól fog jönni, bármikor van támogatás, az mindig jól jön. Nagyon szépen köszönöm. Akkor, hogy elfogadjuk és hogy ez egy rendelet módosítás, akkor azt kérem készletetésre ez. Én valószínűleg szeretnék megmondom azt, hogy tehát ezekkel a költségvetési dolgokkal úgy vagyok, hogy én már annak jobban örülnék, hogy ezt az új képviselő testület hozzak nekik, tehát én éppen a dologba szeretnék tartozni. Jó. Ha nem probléma. Én nem is ugyanígy, hogy ezt jó. Már vállaljuk is, mert így is kiesünk, és ezt a... Jó, ennek alapvetően ilyen szinten külön nincs jelentősége, hiszen ezek már az események után vannak. Tehát elutasítani lehet, akkor meg azt kell megmondani, hogy miért, az meg azt jelenti, hogy valami szabálytalanság van, belőle szabálytalanság nincsen. Nem, ezek tartózkodáshoz részen még van. Csak annyira szeretnénk az új csoport is. Oké, rendben. Akkor négy igen, mellett is kettő tartózkodásra lehet. Nagyon szépen köszönöm. A következő a szociális célú közüket támogatás szabályra szóló önkormányzati rendet elfogadása.
ott arról van szó, hogy minden évben pályázunk szükséges fizikára. Oké. Szociális fizikfal támogatás szabályos szóval önkormányzat elfogadásra, hogy minden évben pályázunk erre az állam által meghirdetett szociális fizikfával, viszont ugye ezen kívül is az önkormányzat igyekszik saját fából, ez főleg bihatár, vagy egyéb okból hulladék, most hogy mindent hívjam, még mindig minden család kapott szociális fizikfát és fog is kapni a jövőben is, de pályázni kell rá. Ugye az itteni rendelet ugye azt mondja, hogy szeptember 25-ig kell jelentkezni azoknak, akik igénylik. Ugye ezt követően történik az elmúlt évekhez hasonlóan egy vizsgálat, ugye megnézzük az igényeket, a valós igényeket, és akkor azt követően az október közepén lévő alapultestület ülése jön a beterjesztés, és ott akkor egyenként végigmegyünk az átülés keretében, és döntünk arra, hogy kinek mennyi szociális tűzifát biztosít az önkormányzat. 50 köbmétert nyertem mindösszesen, de inkább szerintem nyilván 90 köbmétert szoktunk kiosztani, tehát az önkormányzat így ez egy jelentős saját mennyiséget is hozzá tud tenni. Aki elfogadja, kérem a rendeletet, hogy ez ahhoz kell, hogy elindíthassuk a beadást, ezt kérem a készfeltartást. Bocsánat. Igen. Majd én olvastam, hogy 83 emberi lehet valami tárgyát. De ezt fel kaptunk. Fetesztő bírálják, hogy ugye persze. És ez alapján bírálják. A lehetőség van. Sajnos forrás vezérelt a költségek is. Akkor aki elfogja, nem kérem, hogy ezt betetesse. Köszönöm szépen. 6 igen, nem csak? 6 igen, mellett. A következő napirendi pont az egy formai napirendi pont, az a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz beépítésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 8/2015. A 6. 8. önkormányi rendelet módosítások elfogadása, ez a szippátos most. Ott egy szolgáltató, még csere sem volt, csak név csere, a szolgáltást ugyanaz végzi. Kész, ezt kell fenntartani, hiszen mai napig vannak olyan ingatlanok a településen, amik nincsenek rákötve a központi szennyvízre, és ezért fenn kell tartani ilyen szolgáltást. Ugye ezen ingatlanok esetében viszont tartályelési díjjal kell számolni, amit ő nekik be kell fizetni. De és akkor az olcsó, hogyha a tartályelési díjat fizet érent, ami 100.000 forint? Nem fizet annyi, nem ezek, de nagyon alacsony költség. Ez egy-két házban talán a falóval, tehát ez nem rendszer. Akkor kérem az elfogadását, elfogadó kézbetetességek, 6 igen. Szociális étkezés szakmai programjának módosítása, úgy szintén formai, itt alapvetően az igénylés és a támogatás elvilállásának formája változott. Így működünk régóta, már az új szerint, ami ebben benne van. Volt előzés, és ott fejtek a figyelmet arra, hogy ezek egy kicsit frissíteni, és ennyi hatása nincsen. Meg kérem, hogy szóval az elfogadásnak minden elfogadásnak. Köszönöm szépen, 6 igen. Következő a 6. Bérleti díjak megállapításáról szóló 31/2013-24 számú önkormányzati határozat módosításának elfogadása. Röviden, beszélünk a Kastély pince, mint önkormányzat által bérbeadható helyszín, és főleg esküvő a terrorizmusára szeretnék fogadni. Természetesen van benne helyi csetén lakosoknak számító kedvezmény is, amit azért szeretnék készíteni hozzá, hogy ez akkor lesz igazából kiadható, amikor a klíma felszerelése kerül. A klíma az 5 millió forintra kerül abba a két dupla helységbe. Lesz most egy lider pályázat, ami megjelenik, abba szeretnénk adni, ami teljes berendezését is. Mert hogyha ott van klíma, akkor a klímának ugye nem csak az a funkció, hogy hűt, meg fűt, hanem az, hogy szárít is, és azzal tudnánk egy olyan páratartalmat is feltartani, ami alapvetően egy ilyen szolgáltatás nyújtására optimális. Megvizsgálták a kollégák, ugye konkrétan az Ördvakonyat mondhatják, hogy viszont ugye kérve ajánlatot a térségen ilyen szolgáltatás nyújtó helyekről, akár itt fönt Tésfelett Hétházáról, Gézaházáról, talán még Csákberényről is, Mórról is, mindannak, és igyekeztünk egy olyan árat beletenni, ami versenyképes.
hiszen ugye ez egy olyan szolgáltatás az önkormányzat részéről, ami az önkormányzatnak bevételt tud jelenteni, és szükség van a saját bevételekre is. Nem tudom, hogy sikerült ezt megnézni, van esetleg ezzel kapcsolatban bármilyen kérdés. Nem magával a kastélyal kapcsolatban lenne, amit felhasonlóval, hogy milyen rendezvény termék vannak, és hogy azt milyen összegben adjuk ki, vagy hivatalosnak, vagy pedig külsősnek. Itt az egészségháza, itt a, ez a bérlés, az egészségháza, amit a dr. Cínyel Szabolcs Igen. És akkor az így megvalósítható, tehát nincs olyan kritérium, hogy kell egy akár egy menekülőt vonalnak legalább nagy tömeg. Nincs alapvetően, nincs vonalázás az épületben, ez az egyik. Van kiállatot, ugye fent három rész is, de alapvetően ez egy hasznosítható cél. Köszönöm. Szívesen. Jó, akkor ki elfogadja az itt lévő változat, ilyen készletetésre. Köszönöm szépen. Hát igen. Következő Csetén Vándér Jelenállatos Iskola és Csetén Községi Önkormányzat és az önlakmányok mostatú tárgyék között takarító és kinyúló eszközök használó adásnak lehetősége. Ez úgy volt, hogy készül egy írásbeli előterjesztés, de végül nem készül, mert ellentétes információk jöttek. Arról lenne különben szó, hogy az iskola munkaköréssel ezt a írást, hogy esetleg segítsünk, én azt mondtam, hogy ezt tudom segíteni, mert nincsen eszközük a fűnyírásra, mi volt az elromlott, és az önkormányzatnál vannak fűnyíró traktorok, tologatós fűnyírók is. Én éreztem igazgatóasszonynak, hogy használva szívesen adunk egy fűnyírót, és akkor azzal tudják végezni ezt a tevékenységet. Valamint feldobtam annak a lehetőségét, amit elsőre elfogadtak, a másikra úgy tűnik visszalépett, de ha meglátják az eszközt és használják, akkor ha ilyen nincsen, hogy a Bajluf esetében az Ölbakonyát Nagyobb Kft. Annak ugye vásárolt egy nagy takarítógép, tehát a tologatós és felmosásra is alkalmas. Ez egy, nem tudom, 2,5-3 millió forint értékű eszköz, hogy nekünk itt áll már 3 éve, ez kifizetésre kerül, hogy ezt ingyenes használva odaadnák az iskolának, és tanulni, van benne két darab 110 amperos aksi, az egy 100 ezer forint darabja, azt kicseréljük benne, és akkor átvisszük, hogy nézzék meg, és talán mondhatjuk azt, hogy a lövés közben jön meg az étvágy, de az alsó szintnek a takarítása, főleg a közösségi tér, illetve magának a tóladőnök a takarításával az igazán tudna segíteni, rengeteg időt és energiát tudnak megspórolni a kollégák, és nagyon egyszerű a kezelés, és kis helyen elfér. Elsőre azt mondta igazgató azt mondja, hogy persze örülünk neki, másfél azt mondta, hogy túl nagy, nem fér el, de szerintem még nem látták. És akkor én arra gondoltam, hogy testet felhatalmazást, akkor legalább átvisszük, letesztelik, és akkor ott marad használják egészséggel. Ebben az ön, az iskola, a Pégezder intézet kezelés alá tartozik, de mégiscsak a mi fiunk borja segítségüket adottatjuk. Jó, ez erre a felhatalmazást. Megkapható készletetes kezdet. Köszönöm szépen, hat igen. Következő napi rendi pont az iskolák felvételi körzetének meghatározása. Hát ez egy olyan pont, ami szerintem nem érdemes szó. Hát, hogy kilátkoztak a testvére. Köszönöm szépen. Akkor elméletileg átadnám a szót képviselő úrnak. Én 25 perc voltak, mert ezt álltam bevezető. Hát igyekezni, de túlélni, jó? Nem akarom túlélni. Ha megengedem, hogy bocsánat előtt szóra. Igen, kimaradt az elején, igen. Szerettem volna mondani. Hogy sajnos az Adi Endre utca, ahol lakom, hogy a temető miatt elég forgalmas. De ha nem a temetés miatt forgalmas, akkor azért, mert ugye sok autóval rendelkező család lakik ott benne, és vendő probléma az, hogy az 50-et nem tudják tartani. Már az is egy elég durva számít szerintem, hogy ott a szűk utcában 50-nel kell menni. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy valamilyen táblát kijelezni, hogy még egy 30-as vagyok, akkor vendő táblát. Mert előbb-utóbb vendő baj lesz, ott sok gyerek van. Mindenik autó, a sofőr nem tudja, hogy az 50, az nem 50, az 70. Alapvetően ez a táblasztori, az úgy néz, hogy évente is működik.
De most akkor vagy ez, vagy drop-in defective rendőr. A tárgyal nem sok mindent old meg valószínűleg fizikailag. A fokozatosság. Nekem az a véleményem ezzel kapcsolatban, a fokozatosság azt tud segíteni. Ugye a Törekvés utca esetében is történt aláírásgyűjtés, ahol simán kirakhatnánk a fekvőrendőrt, de a mostani SMS szerint azt hiszem ez képsőtestetnél lévő ellaki helyezés. Endre? Nálam? Én táblában jó vagyok. De minden igaz. De az igény, szerintem az igény az rendben. Tehát az, hogy az Ady Endre utcában, Törekvés utcában alapvetően meg volt a lakossági kérés, vegyünk az üdvővezetet vizsgáltat meg, Endre, annak, hogy az üdvővezet az 30 km-re lóvás, én nem hiszek abban, hogy a tábla maga visszatartó erőt ad, de a fokozatosságban mégis, vegyünk táblát, tudunk venni táblát, kihelyezzük, és utána az a tapasztalat, hogy ez semmit nem segített, akkor jön a fizikai eszköz, fekvőrendőr, és abból mi kicsit nem veszünk. Csak akkor lehet, az iskolánál, hogy fájjon. De az nem már véget rám. 70-nél fájni fog kézzel. Igen, tudjuk. Ez a mikrofonban. Ez igaz, de a életet nem tudjuk. Jó, én magában rendelőként táblákat, és akkor a... De miért megjelentős is, melyik az olcsó, tábla vagy fekvőrendőr? A tábla. Akkor legyen első körben pár. Tábla az meg van 30-kor, a fekvőrendőr 100. Jó, oké. Én már bekérném a támogatásra. Jó, jó, ezt minden. Persze, a közlekedés biztonság az mindig kérdezően fontos. A nagyon érdekes az ebben a hatása és a település központjában, hogy vannak helyi, a vidéki megállás, szóval az Ebrának. Aki minden nap elmegy nagy autóval is, zöldrendszám mondrágával is, fékezés nélkül. Ott a gyerek a szélén, és a cson nélkül végigzik valamit. Sőt, múltkor volt egy ilyen eset, hogy a buszt nem előzheti meg, aki ugye mögé érkezik. Néhányan betartják, vannak, akik nem, és kilépett egy ilyen. És azért ott volt viadalom. Holott mindenki körültekintő volt az autószalásért. Hál' Isten nem történt baj, de szerintem maga különben az ebből beváltotta azt a hatást, amit szerettünk volna, tehát jelentős forgalomlassító hatása van. A körforgalom az egyéb projektjeink azok mondjuk azt, hogy függ az Európai Uniótól, és akkor nem állnak messze a valóságtól, ha lesz EU-s pénz, akkor lesz ez is. Jó, de köszönöm, Jani. Ez kapcsolatban is még akkor egy megjegyzés az ebrával kapcsolatban, éppen nem is az ebrával, hanem az előjelző tárnával kapcsolatban. Igen. Vagy most nem tudom, mi a konkrét szabály, hogy mettől kell már előjelzni, hogy gyalogos átkelőre van. Szabály szerint vannak ki. Mert itt már az ebben előtt van közvetlenül a tárnál. De van előtt. De van erre egy lakott területi, tehát egy olyan szabály, a lakott területen 50 méternél már jelezni kell. Mm-hmm. Ha jól emlékszem. A kialakítás az engedélyes terv alapján történt, az a... Ja, azt én biztos vagyok benne, csak... Az úgy van megcsinálva, hogy kért a hatóság. Egyet kért még most a pluszba, hogy a szápár felé közöknek legyen még egy ilyen előtt is, a kanyar. Uh-huh. Igen, az még jó. De is. A másik oldalról nem kértek itt. Jó, elfoglalom ezt, és csak köszönöm. Akkor én köszönöm. Igen. A szót, kaphatom. Néhány gondolatot szeretnék, és tényleg nem akarok hosszú lenni. Történtek itt örvendetes dolgok is. Engedjétek meg, hogy elsőnek a jegyzőasszonynak gratuláljak, hogy a házasságkötése megtörtént. Ez kívánok nagyon sok boldog házassági éveket, és jó Isten áldását a gyermek áldásban is, és legyetek boldogok, nagyon sokáig a síri, és az nagyon hosszú idő, nekem ezt nem állom. Aki ezt átadnám neked, hogy adnát jegyző azt, hogy nekem olyan szívesen köszöntöttek házasságban, ha már volt akkor, kedves Tiki, most már jogosan lehet szólítani jegyző asszonynak, mert asszony, és gratulálunk, és nagyon sok szeretettel fogad ezt az önkormányzatra, a képviselőtestet nevében átadom, és tényleg nagyon sok boldogságot kívánok. És jó Isten áldását, sok gyermek áldást számítottam. Köszönöm.
én a választások óta nem voltam testületi ülésen, nem a kreványságom miatt, hanem sajnos úgy alakult, mert egyébként itt lettem volna, és engedjétek meg, hogy gratuláljak a polgármester úrnak is a választási győzelemhez, és minden képviselőnek, aki bejutott a következő körben, ti nektek is sok sikert, erőt, és azt kívánom, hogy majd leteszitek újból az esküt, aki nem újból, azok meg majd elsőnek, az eskühöz híven dolgozzatok mindig a település és az önkormányzat érdekében. Úgyhogy tehát mindannyiótoknak szívből gratulálok. Köszönöm. Egy kritikát szeretnék, és nem akarok tényleg rosszat, de a Hunyadi utcai járda, ennek a szívemben egy kicsit kifogásolható, szerintem egy picit el lett kapkodva, és én amikor itt ültünk és beszéltünk róla, valahogy én bennem az maradt meg, hogy az a járda az a bal oldalon fog folytatódni, ahogy az elejétől is folytatódik az útfejlesztésnek. Mert szerintem, tehát ugye el lett véve az útból, ott a nagy járművek néhány év, néhány ratás, és akkor ott sérülni fog a jártának a minősége, meg szerintem egy sokkal látványosabb utca kép lett volna, hogyha ott nem az úttest mellett, hanem beljebb él az árkon belül. Én úgy gondolom, én tanácsolnám azt, mivel lesznek itt komoly fejlesztések, és én amikor támogattam ezt a döntést, én abban a tudatban, hogy a polgármester úr azt mondta, hogy a legjobb tervező lesz megbízva. Én hittem, és a kivitelező is a legjobb kivitelező lesz megbízva a feladat végrehajtásában. Viszont a mai lehetőség adta korban, ahogy élünk, itt lehetne az, hogy egy tervező, egy valamire való tervező csinált egy háromdimenziós képet, és akkor ha vagy kimenne a testület, és megnézni, hogy gyerekek most az így lesz, mert komoly, tehát ez nem úgy van, hogy holnap után úgyse lesz, és akkor főszedjük nézet, és akkor megváltozik. Meg ahogy a polgármester úr tartott itt egy komoly előadást, itt is azt a mérnök úr levetíthetné, hogy így fog kinézni az a adott járdaszakasz. Hogy mindenki képbe legyen, hogyha az hogy fog megvalósulni, mert én szerintem ott azon a jobb oldalon, tehát, na mindegy, ez most már megvalósult, de hogy további abban ne legyenek ilyen hibák. Én úgy ezt szeretném javasolni, hogy jobban figyeljetek majd oda. A Petőfi utcai szakaszon ott ugye lesz majd a remélhetőleg megnyeri az önkormányzat a pályázati pénzeket, és a csapadékvizelvezetés. Ott nagyon komoly probléma van a régi állatorvosi lakás melletti támfal, a zajvédőfal be van szinte borulva, tehát azt is úgy meg kéne csinálni, jönnek a 40 tonnás, ha csak 30-ra lecsökkenti, akkor is az ott súlyt visznek a lendülettel, meg egyéb, tehát olyan károsodás megy ott végbe az úttestben, hogy nehogy az legyen, hogy egyszer ott beszállnak oda az mostani ott lakókhoz a kamionok, akár sorderrel, akár fával megrakva. Tehát azt is bele kellene annak a kőfalnak, egy nagyon komoly kőfalat, hogy az út úgy legyen megjavítva, hogy az aztán bírja a terhelést. Nem az, hogy utána szágoldozás, de azt, amikor építették azt a falat, akkor nagyon sokan szekerekkel, meg lovas kocsikkal közlekedtek. Tehát a Scaniák világa még kívül volt nagyon. És tehát azt szeretném javasolni, hogy az is legyen úgy megcsinálva, hogy ne legyen baleset veszély. Mert az akár mikor, tehát én láttam azt ott belülről, tehát az megindulhat az a fal, ráadásul ott csapadékvíz megy át, alámosás, nagyon komoly alámosás is történt, és tehát azzal számolni kell majd. Buszparkoló, elnézést, nem haza akarok beszélni, de szeretném kérni, főleg most hál' Istennek jó kielégítő mennyiségű csapadék érkezett, viszont nagyon ott is volt a hosszú kártya, szinte teljes hosszában a parkolónak,
nagy, tehát tócsa, nem tócsa, hanem ott egy víztenger van, tehát fenti parkoló, igen. De fent, tehát az ártán belül. Igen, és nagyon örvendetes az, hogy az önkormányzatnak már van saját vibráló, lakvibrátora is, tehát vannak jó szakemberek, csak néhány utánfutó anyagról van szó, amit oda bedolgoznának, és akkor ezzel csökkenteni a... Tehát egy kicsit kurszerűen semmi ott lehet, hogy ez ott akkor csinálják. Van egy ottani, még egy másik kérdés. Most, amikor hétfőn is ide szakadt az eső, olyankor nem tudtam veszprémbe takarítani, itt mosok fel, megy egy vízér, és én tudom, vigyázni kell, de balesetveszélyes a vízvételi lehetőségnek, a csapnak a megközelítése. Tehát ott van 50 méterre egy csomó jártalap, csak kettő vagy négyel meg lehetne oldani, kicsit kiszedni és lefektetni oda kettő vagy négy jártalapot, hogy lépcső legyen. Ne egy méter hosszú, ahol seggen akár hordozatörös szenvedve kell oda csúszni. Néhány, mert volt egy süllyedés, amikor ki lett alakítva, volt ott egy süllyedés, és lettek oda ilyen egy taliska térkül, le lett rakva, de úgy ahogy. Tehát én szerintem nagyon jó kis anyag van, ott az, hogy meg lehetne precízen csinálni, hogy lehessen balesetmentesen a veszélyt elvállítani, hogy ügyben lehessen megközelíteni azt a részt. A továbbiakban ott, mivel ott a jó kis anyag, a kuka minden héten, az ottani kuka, a nagy zöld kuka, a járdára van kihúzva. 2 négyzetmétert kellene letérkövezni a sarkon, és akkor annak ott volna a helye, hogy ne a járdán foglalja a helyet. Nagy részt autóval járnak, sokszor én is, de nagyon sokszor gyalog, le kell menni az útról. Nem az, hogy most nehezebb esik kikerülni, de amikor, mit tudom én, esik az eső, szakad a hó, remélhetőleg lesz az idén is hó, esésben részünk, havazásban, és most miért kerüljek, hogyha ott a gyönyörű járda, amit a polgármesterünk megépítetett, akkor azt hadd lehessen használni. Tehát mondom, hogy a kukának, csak a nagy kukának 2 négyzetméter. Lehet, még csak alá se kell annyira dolgozni, mert járműforgalom nem megy rajta. Csak lerakni a néhány járdalapot is, akkor az ott lesz a sarkon, a jártam meg, aki akár sétálnak arra, ne kérne azoknak se terülni a kukát. Jó? Köszönöm. Közben ezeket küldöm a Tamásnak. Tessék? Közben küldöm a Hegeros Tamásnak. Jó. Nem az azt, hogy kilogatok, hanem külön a szakszínek a feladatokat. A Jóska kérdezői társunk említette, hogy néhány hónappal ezelőtt, hogy a Törekvés utca elején levő elsőbbségadás kötelező jelzőtábla alacsony. És én akkor mondtam, hogy van egy szabadon álló cső a buszfordulóban, amint a konténer iskola idejében volt az autóbusz jelzőtábla. Esetleg, ha... Az összes tábla megért, amit jóvá hagytunk. De ez megvan, csak át kell rakni a csomagot. Van egy külön projekt a Hegedűs Tamáséknak, ami ezek táblák rendezése, plusz az újonnan megrendelt tábláknak kihelyezése, de nem értek oda hozzájárulni. Ugye ma kezdték el a másfél évet felszedett minimális térfőnek a lelakását is, de ezek meg lesznek. Szerintem már szerintem. Én megértem, én azt ott figyeltem, hogy valószínűleg, ahogy mondtam is, nekem ez az utolsó testvizeti ülésem is, akkor ezt szerettem volna elmondani. Jó. A Törekvés utcai fekvőrendőr ugye szóba jött, azzal kapcsolatban ígéretet kaptam, hogy a kezdeményezőkről, meg az aláírást, akik aláírták, azokról szabad kapni egy névjegyzéket, hogy az ott van. Jó, akkor majd elkérem, köszönöm. De nem lesz fekvőrendőr. Nem? Jó. Nem. A Rákóczi utcai fekvőrendőrrel kapcsolatban hangos az ott lakóknak, nyitott ablaknál panaszkodnak, hogy bufognak, csaptognak az autók hajnalban is, este későn is. Hogy nem lehetne egy olyat, ami egy kicsit mérsékeltebb. Én vasárnap mentem át rajta utoljára biciklivel, de én még soha nem kerültem ki. Mert mondta, hogy nem tartom indokoltnak a Rákóczi utcában, de tiszteletbe tartom azt, hogy oda ki lett éve, kerékpárral is átmegyek rajta, autóval is. Mindig, soha nem kerültem ki a feleségemnek
se engedtem kikerülni, azt mondtam, hogy tiszteletet tartsuk. Elhasítasz, egyes és kész. De viszont az ott levő, ott lakó panaszkodnak, hogy nem mindenki sajnálja az autóját, nem mindenki áll meg előtt egyesbe, és akkor újraindul. Vannak, akik át is, akkor ők meg hajnalba kelnek, zavarja őket a csattogás, hogy még nem lehet egy-két lakosabbat. Pont a szobaablakok nem... Én megkérdeztem, bocsánat, lehet, hogy valaki... Én annak nem tetszik a... Már megmondom őszintén azért nem, mert még mindig az van bennem, hogy ugye még kisgyereket nevelek. Tehát, hogyha most gondolj bele, hogy egy kicsit laposabb ez a fekvőrendőr, és még ezen is átmennek valaki, úgyhogy nem lassítva. Itt a gyerekek sokszor úgy futnak ki az iskolában, hogy körül sem néznek. Én, hogyha rajtam volna, akkor gödör, ott nem pedig fekvőrendőr. Azért, mert nem lassítna az autó, és ott a gyerekek nem néznek körül. Ki fogja azt bevállalni, hogy átmegy kettőn az autó? Lassítson le. Lakót én elhiszem, hogy zavarja, ez nagyon rossz. Városban sokkal rosszabb a helyzet, ahol éjjel akar egy autó. Én ezt nem kellett megszerelni. Én megkérdeztem annak idején, aki közvetlenül van, miért leraktuk, hogy nem baj. És mondták, hogy nem is, én még tovább is elkérdeztem, hogy nem zavarja. Akkor hozzám nem mondták, lehet, hogy az ember félelmetes ember hírére áll, de alapvetően, hogyha megfelelő sebességek közelít meg az autós, akkor nem zavar. Mert hogy te lelassítasz és átnézhet, az nem húfa. Mikor az Erika mesélte fénykorában, hogy 70-nel, és utána fékezetből akkor átütött, hogy majdnem kiesett a futómű, ennek ez az oka. A többet nem ennyire lehet. Mert amiben János is mondja, akkor lesz baj, egyszer tragédia lesz. És különben reggel is, amikor a szülők hihetetlen milyen módon képesek parkolni az iskola előtt, meg vannak csinálni az haszállásokat, hogy az úton, de beállnak a kapuba is, hogy még egy méterre kerüljön. A legszebb az, amikor még nem is a szülő, hanem az intézmény valamelyik dolgozója, beáll hosszába a kapuba. Akkor szükségben, ugye veszélyes az egész. Maga az iskolai fekvőrendőr elhelyezését, a gyermek biztonsága motiválta el drágítani az önkormányzatot, és az önvizsgálat ebben a szempontból a legfontosabb, és a fekvőrendőr elhelyezésekor mégis szempont volt az, hogy a lehető legkevésbé zavarjuk az autókat. És szerintem az én házamnál nincsen fekvőrendőr, de alapvetően tényleg itt is minimális lehet ez a zavar. És nyáron, 35 fokban biztos, hogy hangosabb. De az időszakban szerintem nem. Ha tisztelt tulajdonos, aki tényleg ott lakik, és bejön és jelzi, akkor keresni fogom neki egy 3 méterrel arra, de nem szűnik meg. Jó? Egyébként szerintem, bocsánat, nem az autókoppanása az, ami hangos, amikor egyesben tartod az autót, és nem tudja valaki használni úgy a motortartományt, mint ahogy kellene, és ahogy felbőg a motor, az a hangos, nem pedig az autó, én szerintem. Csak ezt tapasztalatom, hogy el sokszor hozom én is a gyermekemet, és valaki úgy megy át egyesbe, hogy patogázva indul el, és annak hangja van az alatt, hogy mit csinál. Még egy dolgot szeretnék még. Illető kérdezte tőlem, természetesen most nevet nem szeretnék mondani, hogy zártörés. De csak ott én már nem leszek. Tehát történt a családjuk egy olyan probléma, hogy a feleség az egyik lábát, az egyik végtagját elveszítette, és hallotta azt, hogy a szomszéd faluban, Dudaron, ott például, aki hasonló műtéten ment keresztül, egy ilyen csonkolásos műtéten, kapott egy bizonyos összeget, és tudom, hogy most kevés az önkormányzatnak, meg minden másra, ugye kell a pénz, de viszont és azt is tudom, hogy kapna egy egyszerű összeget, mert az nem oldja meg a problémát, mert a nagy probléma az, ami megtörtént, hogy a műtétet végre kellett hajtani. De viszont mégis, ha a módjába állna az önkormányzatnak, hogy akár egy egyszeri összeggel megsegíteni, hogy akár a férj tényleg becsületesen munkahelyt ott hagyva hordja. Oké, hát elég fontos, hogy tavaly meghoztuk azt a rendeletet, ami ezt lehetővé teszi, és nem egyszerű.
pont abban adódik, és szerintem úgy is szól, hogy a mozgásában korlátozott személyek megsegítése, és az évi 100 ezer forint. És azt tessék bejönni, vagy beszól, ugye a mozgásában korlátozott, a családsegítő kimegy, meg az adatokat rögzíti, ki, és kihagyjuk. Tehát erre van, erre van hatályos területünk, és ez pont azért jött, mert hogy igen, sajnos nagyon súlyos helyzetek vannak, ráadásul ez egy rettenetes helyzet, de főleg az, hogy a közgyógyból egyre több mindent vettek ki, és ezt ezzel próbáltuk kompenzálni. Egyéni támogatásra is van lehetőség, de abszolút. Ez egy szűkölő folyamat jön, és kapja. Havonta kap 10 000 forintot, de van olyan is, hogy egy összegre meg tudja kapni, de évente maximum 100 000 forint, és nem egyszer az életben, hanem minden évben. Tehát mi erre mondtuk azt, és ezért mondom azt, hogy az önkormányzat eddigi működése az ebben a szempontból is sikeres, mert olyan szociális hálót hoztunk létre, ami bármilyen rászorult vagy élethelyzetében megváltozott élethelyzet változást le tud követni, és tudjuk segíteni ezekben. Nyugodtan jeleznek is. Jó. Köszönöm szépen, ennyit szerettem. De köszönjük szépen. Egy megjegyzés. Ezt lehetett volna egész évben mondani, nem kellett volna összegyűjteni az utolsóval. Nem csak a 20 part, hanem tényleg van, jön a szó, beírjuk és csináljuk. De most már hívott is az oxid. Most nem. Jó, köszönjük szépen a munkát is, amit beletettetek. És most nem mondom azt, hogy remélem még találkozunk, mert akkor az megint azt jelenti, hogy beugró. Én is gratulálok az újonnan megválasztott képviselőknek. Én is ki fogok esni a jövő hónaptól. Megköszönöm a lehetőséget, hogy itt lettem is. Hát úgy érzem, hogy jó lelkiismerettel és a falu előrehaladása érdekében hoztuk meg a döntéseinket. Remélem, hogy a lakosság is úgy látta. Bár igaz, hogy nem kerültünk be a testületbe, de gratulálunk a következő testületnek. Köszönöm. A menet közben mi hibát követtem el azért, mert mindenkitől bocsánatot kérek. Lakosságtól is, a testülettől is. Volt hibám, tudom, de tehát azért bocsánatot kérek, és ti nektek nagyon sok erőt, jó munkát kívánok, további sok sikereket, hasznos együttműködést. És kitartást. Köszönöm. Köszönjük szépen, akkor a következő testületülést az az alakuló lesz, október elején, arra is tiszteltel szeretettel várom minden érdeklődőt, akár személyesen is. Legyünk munkát köszönöm be mindenkinek, akkor jó, szép estét, kellemes kapcsolódást. Köszönöm szépen.